Hetes stúdió. A Klubrádió közéleti, politikai magazinja. Folytatjuk a Hetes stúdió adását. A második órában, ahogy az már lenni szokott, tanult kollégáimmal megvitatjuk a hét és a világ legfontosabb eseményeit itthon, külföldön. A stúdióban köszöntöm Kocsis Györgyit, a HVG újságíróját, Kovács Zoltánt, az Élet és Irodalom főszerkesztőjét, és természetesen Bolgár György kollégámat a Klubrádió színeiben. És kezdjük azonnal egy forró témával, ami pénteken látott napvilágot itthon. Nevezetesen, hogy Orbán Viktor fogadott egy sor olyan külföldi újságírót, válogatott közönséget, akik a Matthias Corvinus alapítvány konferenciáján vettek részt, és ebből az American Conservative-ben megjelent egy hosszú cikk, majd a cikket egy részét megváltoztatták, mondhatnám azt is, hogy utólag cenzúrázták. Nem kisebb állítást tüntettek el belőle, mint azt, hogy Orbán Viktor határozottan kijelentette egy újságírói kérdésre, hogy ő bizony nem szeretné, ha Magyarország az Európai Unió tagja legyen. No, mit szóltok ehhez? Hát szóval engem nem lepett meg, mert végül is ugye hát tudjuk, hogy még a csatlakozás előtt ő úgy nyilatkozott, amit így ilyen formában soha nem cáfolt, vagy határozottan nem cáfolt, hogy az Európai Unión kívül is van élet, mondta annak idején Orbán Viktor, és ezt nem olyan illel mondta, hogy hát természetesen tudjuk, hogy a Japánban is élnek emberek, holott nem az Európai Unió tagja, de azt akkor olyan illel mondta, mint aki nem különösebben boldog attól, hogy Magyarország tagja az Európai Uniónak. Csak zárójelben jegyzem meg, és ez teljes mértékben a saját spekulációm és feltételezésem, hogy azt gondolom, hogy ő azért nem volt akkor híve az uniós csatlakozásnak, mert nem az ő kormányzati idejében történt meg a dolog. A tárgyalások nagy része igen, de maga a csatlakozás nem, és nem ő tudott ott a fényben fürdőzni. Ha a történelem ezt másképp hozza, akkor valószínűleg ő most a legnagyobb híve lenne az Európai Uniónak, mert a lényeg az, hogy fürdőzön a fényben. De visszakapta azt, amit egyébként történelmileg ő aratott le, hiszen annak idején a Horn kormány tárgyalta le a NATO csatlakozást, és a választások után már Orbán Viktor volt az, aki hivatalosan belépett Magyarország színeiben a NATO-ba, vagy ott volt ezen a brüsszeli eseményen, úgyhogy itt csak helyreállt a történelmi egyensúly, de ettől függetlenül maga ez az amerikai cikk is engem teljes mértékben megdöbbentett, mert már bocsánat a kifejezésért, de ilyen leplezetlen segnyalást, mint amit ez az újságíró előadott, én amerikai sajtóban még nem nagyon olvastam, tehát ez az újságírásnak az igazi megcsúfolása. Hát nem beszélve ugye arról, hogy a két legfontosabb mozzanatot, amit a magyar újságírók is észrevettek, azt utólag kicenzúrázták. Hát azért hova tart a világ? Vagy legalábbis hova tart Amerika? Sokan kérdezik. Na szóval ez az ember, aki ennek az American Conservative című korábbi folyóirat, most már csak két hónaponként megjelenő lapnak az internetes oldalán szerkesztő, és van egy blogja. Ez itt van hónapok óta, már volt is itt hosszabb ideig, olyan havi $10,000 körüli juttatásért, hát szóval nehogy ingyen kelljen itt kutatnia, meg elmenni a miniszterelnökhöz egy-egy vizitre. De a lényeg az, hogy ő azokhoz az amerikai... Bocsánat, ez a $10,000, ez olyan 4 millió forint körül össze. Nem rossz, igen, nem rossz, nem rossz. Ahhoz, hogy valaki ilyeneket írjon, hát biztos akadnának még mások is, de nyilván nem csak ezt írja, és ez egy mondjuk meggyőződéses, hát a szélső jobbhoz közelítő konzervatív. Nem mondanám igazi szélső jobboldalinak, de azért a konzervativizmus szélén van ez az ember. És hát, hogy abszolút feltétlen hívévé vált Orbánnak, ez biztos, ez igazolható, de nem is ez a baj. Tényleg a probléma és a döbbenetes ezzel az általa nyilván azonnali buzgóságában megírt, mert vagy szerdán, vagy csütörtökön fogadta Orbán ezt a 15 külföldi résztvevőt, köztük őt is, és 2 órás előadást tartott nekik. De ő meg azonnal megírta hosszan, részletesen, bőven ebbe a blogjába, és azt a címet adta neki először, hogy,
hogy háborúban állunk Oroszországgal. Na most Orbán szájából ez a mondat egy kicsit úgy fest, hogy na-na, hát azon kívül, hogy nem állunk vele háborúban, de hogy most akkor magunkat is besorolja ebbe, de mint kiderült, ez egy kicsit önkényes. Lehet, hogy Orbán szóra-szóra így mondta, de úgy értette, hogy hát tulajdonképpen ez a magára nem figyelő, óvatlan, buta Nyugat-Európa áll vele háborúba, hát tegyük hozzá Kelet-Európát is, mert rajtunk kívül azért mindenki. Én vagyok az egyetlen, aki nem, és ezt részletesen ki is fejtette neki. Na jó, ezt megváltoztatta, kiderült, van is alatta egy ilyen módosítás a cikk alatt, ha valaki megnézi az eredetét, hogy félreértések elkerülse véget, és akkor az lett a címe, hogy a nyugat áll háborúban Oroszországgal. Na de ennél lényegesebb azt, amit az első magyar lapszemléző, a HVG lapszemlése észrevett reggel, ami az volt, hogy hát nem lennénk az unió tagjai, természetesen, határozottan nem válaszolta egy erre vonatkozó kérdésre. Ugye az angolul az a definite not, ez nem fordítható félre. Nem, és ezt idézte is. Hát csak azért, mert a kereskedelmünk 85%-a oda megy, zárójelben jegyzem meg, hogy ezelőtt olyan jó 10 évvel Orbán kitűzte célként, hogy túl sok a magyar kereskedelem, túl nagy a magyar kereskedelem az Európai Unióval, ezért van szükség a keleti nyitásra. Mert ez a 70% körüli arány, ez túl nagy, ez nekünk túl nagy függés. Na most a keleti nyitás eredményeként már a 85%-nál tartunk, zárójel bezárva. De hát na, azért lássuk be, hogy azért az üzbék technológia felfelé húzná a magyar ipart. De mi húzzuk felfelé az üzbék technológiát krumpli termesztésben egyébként. De csak Magyarországon nem telem elég krumpli. Megint egy újabb zárójel bezárva. Szóval a lényeg az, hogy ezt a politikailag legkényesebb, legkínosabb mondatot és idézetet úgy hagyták ki ebből a szövegből, hogy még csak nem is jelezték, hogy bocsánat, vagy tévedtem, vagy nem volt fontos, vagy én értettem rosszul, vagy elnézést. Egyszerűen, mintha meg se történt volna. Csak hogy már azóta lapszemlézték a dolgot, és meg is van még az eredeti is valahol, nem olyan piszok könnyű dolog, az internetről eltüntetni. Na most ebből látszik, hogy hogy működik az egész orbáni propaganda hadtest, nem tudom kik vezetik, mondjuk Rogán Antal és társai, hogy egyrészt címet változtatni, szólnak az amerikai emberüknek, akiket itt fizetnek, aztán vedd ki már ezt a bekezdést, Józsi, ja nem, Rod, hogy nehogy már itt véletlenül azt higgyék, hogy ki akarunk lépni, mert ez nekünk rossz. Egészen elképesztő, hogy működnek. Tényleg. Van itt egy újságírói probléma is, de az is probléma azért, és ez talán még nagyobb probléma, hogy Orbán is össze-vissza beszél. Hát most mégsem valamit olvas, jöttem befelé, és olvasom, de sajnos nem tudom a forrást, bár lehet, hogy ti tudjátok, amikor azt mondja, hogy hát a unióhoz kell tartozunk, mert nincsen jobb, mondta ezt, nem tudom már, hol mondta. Tehát ebben is benne van az, akivel beszél, aki szembe jön, annak mindig mond valamit, és azért alapjában véve mindig lebegtet valamit. Az oroszokkal háborúban állunk, ez így hangzott? Így volt valószínűleg ott így a beszélgetésben. Tehát Orbán kvázi, igen, de valószínűleg így is mondta, csak a kontextusból, amit ez a Dreher egyébként kifejt, tehát elmondja, hogy mit és hogyan beszélt, abból az derült ki, hogy hogy itt Európa, mi is Európához tartozunk, ez az Európa rosszul fogja föl ezt az egészet, Oroszország nyerni fog, Ukrajna egy senki földje lesz, és Európa itt belelavírozza magát egy ilyen helyzetbe, hogy háborúban állunk, de ő ebből azért magát kivonta, de mégis így lehetett idézni, mert az valószínűleg szó szerint elhangzott. A lényeg az, hogy Orbán persze össze-vissza beszél, akár adott esetben ez megbocsátható, pontatlanul is beszél, de abban teljesen igazad van, hogy mindig éppen a pillanatnyi érdekeinek megfelelően is magának is ellen. Egy ilyen helyzetben csak annyit tennék hozzá, hogy ugye feltehetően ott angolul beszélt, igen, és ugye azért tudjuk, hogy az angol nyelv tudása azért Orbánnak, hát mondjuk egy kicsit olyan jó közepes, tehát azzal a szókészlettel beszél, amilyen van. Ő a politikai szókészlet az rendben van, az, hogy csúnyán beszél, az egy
az egy stílusbeli kérdés, tehát a műkorcsoljába is legfeljebb mondjuk 4.2-t kapna rá, de egyébként ő szabatosan fejezi ki magát. Amit el akar mondani angolul, azt pontosan mondja, ezzel nincs hiba, sőt ezzel nem lehet védekezni azoknak, akik utólag kicenzúrázták ezt a részt belőle. Ugye a másik, ami érdekes volt az ő okfejtésében, hogy azt arról írt, hogy Oroszországnak sokkal nagyobb emberi tartalékai vannak, mint Ukrajnának, ezért aztán előfordulhat az, hogy kifogynak az ukránok a katonákból, ezért a NATO kénytelen lesz majd katonákat is küldeni Ukrajna megsegítésére, és megint ott leszünk Ukrajna esetében, mint Afganisztánban voltunk. Így volt a teljes logikai sor, amit végigmondott. De hát ez ugye az, hogy benn kell maradni az Európai Unióba, vagy ki kell lépni belőle, ez visszavezet ahhoz, amit a Fidesz vacsorán mondott, ez a tömbösödés, meg hogy Magyarországnak az lenne az érdeke, hogy kimaradjon. Hát ez egy bődült marhaság, már elnézést, de hát Magyarország, ha kimaradna, abból az Európai Unióból, ahol egyébként a Balkántól kezdve mindenki szeretne bejutni, hát ez egy őrült zuhanást jelentene. De Orbán Viktor ugye akkor nem szeret tömbösödni, hogyha annak a tömbnek, amiről éppen szó van, nem ő a főnöke. Hát azért itt van két tömb, ha úgy vesszük, van a Unió, mondjuk van Oroszország, amelyik azért nem tömb, hát az egy térség, a politikailag teljesen más. De azért az Unión belül rettenetes erőfeszítéseket tett arra, hogy létrehozza a V4-eket, amelyik azért egy erőkoncentráció volt ezelőtt 10 éve. Nem ő hozta létre, hanem ugye felújították még az MDF kormány idején, de az, hogy ő mit akart belőle csinálni, egy nagyon erős térségi koncentrációt, aminek ő lett volna a főnöke, ez addig érdekelte őt, amíg nem jött az ukrán háború, és az ukrán háború gyakorlatilag szétzilálta. Ez pontosan Orbán szempontjából jött ez rosszul, mert a V4-ek erősen kiálltak az első pillanattól kezdve Ukrajna mellett. Orbán főleg Viktor, a lengyelek. Lengyelek, meg a többiek is, de főleg a lengyelek, és ettől a pillanattól kezdve Orbán Viktornak a V4-ekhez fűzött reménye szerte foszlott. Magyarul nem lehetett ő már a tömb főnöke, ezért most pillanatilag, mint hogyha ez félre is lett volna téve. Zoli, ő nem tétlenkedett közben, hiszen már évek óta dolgozik egy szélső jobb frakció összekalapálásáért az Európai Parlamentben, vagy egy ilyen erőcsoportnak a létrehozásáért, csak nem megy. Persze, de azt mondjuk nem tudjuk tömnek nevezni, mert ugye ott az európai frakción belül próbálja ezeket a félnótásokat összegyűjteni, maga köré gyűjteni, és ott megint csak ő akar, persze, mindenhol csak addig érdekli valami, ahol ő a főnök. Erről beszéltem az előbb pontosan, hogy a fénybe szeret fürdeni, tehát ő legyen a vezető, a celeb, akire felnézek, stb. És még annyit szeretnék ahhoz mondani, hogy valóban, amit az előbb említettél, Zoli, hogy össze-vissza beszélt, hogy önmagának mond ellent, igen sűrűn, tehát a pávatánc az úgy történik, hogy lassan a saját lábába esik hasra, mert annyira ugrál össze-vissza, hogy ugye ez a tömbösödés dolog, hogy ő az egyik legnagyobb zászlóvívője annak, hogy az Európai Unió bővüljön a balkáni országokkal. A szerbeket Belgrádban, ezt minden alkalommal igen, elmondja. Mondjuk zárójelbe érzem meg, hogy akkor miért épített kerítést Magyarország és Szerbia között, hogyha ez olyan fontos, de mindegy. Tehát ő ezt egyébként, én azt gondolom, hogy ebben igaza van, most független attól, hogy nyilván az EU-nak nem érdek, hogy illiberális tagállamokat vegyen föl, tehát csak akkor, hogyha ezek a dél-balkáni országok civilizált jogállamok lesznek. Szerbia, Oroszország másik legnagyobb szövetségese a térképen. Igen, bár úgy látom, hogy a Vučić, mintha kezdene egy kicsit eltáncolni. Kezdene, tett olyan jeleket az utóbbi egy-két hétben, ami erőtal. Tehát ez a dilemma. Tehát akkor, ha a balkáni országok csatlakoznak, akkor Magyarország belekerül tényleg az EU szívébe, mert ugye mögöttünk is lesznek. A másik oldalról, ha valakinek, akkor Magyarországnak komoly érdek, hogy Ukrajna csatlakozzon, mert akkor nem leszünk a tömb szélén, hanem akkor megint csak a tömbnek a közepébe leszünk. Tehát a tömb szélén akkor leszünk, hogyha valaki megakadályozza azt, hogy a Ukrajna az EU és a NATO tagja legyen. Tehát teljes mértékben önellentmondásnak érzem az ő szövegeit. De
közben azért van benne realitásérzék, mert azt rengetegszer és rengeteg helyen elmondta, hogy Magyarországnak létérdeke, hogy legyen valami közte és Oroszország között. Ha ezt Ukrajnának hívják, mondta ő, hívják Ukrajnának. Hát az úgy is ugye van. Mondta cinikusan. De a lényeg az, hogy hát ő is úgy gondolja, hogy kéne ott valami, mert ez a biztonsági érdekünknek felelne meg, de közben ezt a játékot szerintem elsősorban azért játsza el, mert úgy gondolja, hogy ez itthon célra vezető, ez itthon népszerű, ezzel nem csak választást lehet nyerni, hanem folyamatosan lehet az embereket ilyen módon orientálni, izgalomban tartani, vezetni, az orruknál fogva, hogy mi a békét akarjuk, ez nem a mi háborunk, ez nekünk semmi közünk, csak ez az ádáz háborút akar, hogy nyugat akar minket belerángatni. Mert mindenki hülye, igen. Csak ő a helikopter, magyarán, hát ezt én, már megint. Igen, én békét egyszerűen. Akarok, nem akarok belépni a háborúba Ukrajnába, ezért háborúzom én az Európai Unión belül, ugye? Hát Gyuri, lefordítom én ezt, hogy milyen békét akar Orbán Ukrajnában. Béke Ukrajna poraira. Na jó, persze. Jó. Szóval azért érdekes, hogy ebben a pillanatban ha egy politikus annyit tud mondani, akkor, amikor már 100-120, nem tudom hány ezer, 120 ezer reguláris katona, és nem lehet megtippelni sem, vagy megjósolni, vagy satszolni sem, hogy hány polgári áldozat van. Van, aki azt mondja, hogy egyet tudunk, azonnali tűzszünetet, fegyverszünetet, és utána béketárgyalásokat. Na most ez olyan, mintha valaki azt mondaná, hogy mit tudom, 8 ér kapni a Fréziát a Blahalujza téren. Ennek semmi értelme. Ugyanakkor meg ez tetszik a népnek, mert itt van egy ember, aki egyébként ezzel nem mond semmit, hiszen persze mindenki ezt szeretné. De mégis hogy gondolja, hogy akkor ott maradnak az oroszok, ahol vannak, Ukrajna elvesztette a területeit, egy szuverén állam gyakorlatilag a harmadával vagy ötödével csökkent. Ez nagyon jól hangzik, de ez Zoli, is csak befelé szól. Zoli, amit mondasz, szól. Ez azért nagyon fontos, mert ez, hogy a magyarok is jobban megértsék, ez olyan, mintha egy külső agresszor mondjuk a Tisza vonalánál állna Magyarország területén, és mindenki azt papolná Magyarországnak, hogy azonnali tűzszünetet, meg kössön békét vele. Hát elképzelhetetlen, hát Ukrajna élethalál harcot vív az orosz birodalom terjeszkedése, újra terjeszkedésével szemben. Igen, de ez egy szimpatikusnak látszó dolog, hogy akkor legyen béke. Hát ez, de ugyanakkor nem jelent semmit ebben a pillanatban, mert mindenki tudja, hogy a realitás az, hogy most ebben a pillanatban sem ukrán részről, sem orosz részről nem akarják azt, hogy akkor valamilyen formában akkor el kellene ismerni a státuszkót, ezt nem akarja Ukrajna, nem is akarhatja. És hogyha Orbán úgy gondolja, hogy azért mégiscsak lehetne így valamit akkor csinálni, elérni a tűzszünettel, akkor ez nem is teljesen normális gondolat. Egy politikus nem mondhat ilyet. De a dolog lényegére vagy elejére visszatérve, ugye normális világban úgy történne ez, hogy hát a résztvevő újságíró megírja benyomásait, meg a jegyzetei alapján, mit mondott a miniszterelnök, és hibázik, akkor ír a washingtoni magyar nagykövet, vagy a kormány szóvivője egy levelet, kérem szépen, hogy közöljék, a miniszterelnök úr nem ezt mondta, hanem azt. Azok közlik, és a dolog el van intézve. De nem úgy történt, mint a magyar sajtó irányításában. Nyilvánvalóan szóltak, hogy te ezt nem így kell, nem úgy, ezt vedd ki, ezt változtasd meg, miközben még a magyar sajtóval sem lehetne ezt tulajdonképpen megcsinálni, de megcsinálják, tegyük hozzá, és akkor kapcsoljuk össze azzal, hogy a másik Orbán, a miniszterelnök politikai igazgatója, annyira elbizakodott kijelentést tett, tehát nyilván ez az általános hangulat a Karmelitában és környékén, ennek a bizonyos Matthias Corvinus kollégiumnak a nemzetközi média konferenciáján, amelynek résztvevőit hívta meg magához aztán Orbán, hogy azt mondja, hogy aki a médiát uralja, az uralja az emberek gondolkodását, és uralja az országot. Ezt volt képes mondani Orbán Balázs. Nyilván nem csak magától, ezt hallja a miniszterelnöktől, ez a kormánypolitika, látjuk is, hát ez nem meglepetés. Copyright tudjuk, George Orwell. Igen, igen. Tudjuk, hogy ezt csinálják, de olyat én még nem láttam, még Magyarországon sem, de sehol máshol.
Putyin Oroszországában és Erdoğan Törökországában sem, hogy a diktátor maga vallja be, hogy uralom a médiát, uralom az emberek gondolkodását, és uralom az országot, éljen. Ilyet senki nem mer kimondani, és ők kimondják, ez hihetetlen. Igen, egyébként ez nem a tartalma lett meg, mert a tartalma a szörnyűség, hanem azt, hogy ezt egy nagy plénum előtt Orbán Balázs, aki egyébként valamikor 15 évet egyik-másik ilyen tévés beszélgetésben együtt voltunk, és kifejezetten egy nyitott, nagyon tehetséges, nagyon jól beszélő ember volt. Ma ugye látjuk, hogy mi lett ma, aki ezt mondja, hogy a 80%-át kell uralni a sajtónak, ezt még a Kádárkor sem uralta a 80%-át. Nem is azt mondja, hogy 80%-ot kell uralni, de az mi alapján? Az egészet. Ez egy MTI idézet. Ott azt mondta, hogy a hál' Istennek a magyar sajtó 50-55%-át már uralja, de egyébként ezt szeretnénk, hogy 70-80, kimondta a százalékot, tehát olvastam. Mondta, igen, de előtte a mondat, ahogy én idéztem, így elhangzott, a magyar távirati iroda idézőjelbe is tette. Kész, elhangzott. Egyébként ez... Tényleg most az ember még úgy visszamegy 89-re, ezek az emberek, Orbán Viktor, meg a többiek voltak azok, akik az SZDSZ mellett leginkább hangsúlyozták a sajtószabadságot. Ezek az emberek megöregedtek gondolkodásilag, mindenhogyan, és úgy látom, hogy a második, harmadik generáció is beleöregszik ezekbe a gondolatokba, hogy Orbán Balázs, aki 30-32-35 éves ember ugyanazt mondja, sőt nem ugyanazt mondja, hanem borzalmas dolgokat mond, akkor merre felé tart ez a kormány? De ez nem öregedés, Zoli, ez züllés. Ez király udvartartás. Mondhatjuk, züllésnek, öregedésnek. Bocsánat, ezek az emberek kiválóan megélnek ezekből. Na most ez egy más kérdés. Tehát ez lehet ez egy megélhetési, de lehet ez egy meggyőződés. A végeredmény szempontjából egyébként szerintem szinte teljesen mindegy, hogy ezt ők hogy fogják fel. De ugye volt a héten megint egy nagyon érdekes, és akkor visszatérünk egy picit Brüsszelbe. Ugye Varga Judit is ott járt, meg Navracsics Tibor is ott járt, és megint a kettős beszédre egy óriási példa. Ugye Navracsics azt mondta a brüsszeli partnerének, hogy ha kell, akkor természetesen átalakítjuk ezeket a kuratóriumokat, meg kivesszük a kormány minisztereit a kuratóriumokból. Itthon pedig a fideszes politikusok szinte, mint egy görög drámában a kórus azt mondták, hogy megint a gyerekeinket akarják tönkretenni, nem hagyjuk, hogy nekünk Brüsszel diktáljon, és így tovább, és így tovább. Óriási nagy az ellentmondás a kétféle hozzáállás között. Hát ezt ki fog ezeknek hinni ezek után? Hát látszik is, most az Európai Bizottság ugye kiadott a két érintett uniós biztos, kiadott egy közös közleményt a tegnapi tárgyalásokkal kapcsolatban, nem tudom, ezt láttátok-e, és ugye ott finom distinkciók vannak, én kettőt vettem észre. Az egyik finom distinkció az, nem is olyan finom, teljesen egyértelmű, és abszolút egyébként beleillik abban, amit általában az Európai Bizottság gyakorol, hogy azt mondja, hogy oké, megkaptuk az ígéreteket, hogy megváltoztatják ezeket a törvényeket, hát lássuk. Itt most megint zárójelbe jegyzem meg, hogy sajnos a magyar független médiának is egy jelentős része ezt már úgy interpretálta, hogy ez már, mintha ez már meg is történt volna, hogy végülis megvan a megegyezés. Semmivel sem tart másút ez az egész dolog, mint december 15-én, amikor azt mondta, nem a bizottság, a tanács, ugye itt is mindig káosz van, összekeverik az uniós intézményeket, jobb oldalon, bal oldalon, függetlenben, nem függetlenben, mindenütt, hogy ezekkel az alapítványokkal ilyen értelemben nem lehet szerződéseket kötni. És a különbség az, hogy az Európai Tanácsban a 27 tagállam vezetői ülnek benn. Tehát nem a bizottság, a kvázi bürokraták, hanem a tagországok vezetői. A javaslatot mindig a bizottság teszi, a tagállamok nem tehetnek javaslatot, gyakorolhatnak bizony nyomást a bizottságra. A javaslattétel monopóliuma az a bizottságnál van, de ezt elfogadni viszont a tanácsnak van joga, vagy adott esetben
valamilyen eljárás keretében azt megváltoztatni, vagy visszautasítani. De hát pontosan, amikor arról beszél, akár az ellenzéki média, akár a kormánypárti média, meg politikusok, hogy Brüsszel, meg a bizottság ezt meg azt mondta, nem. A tanács, a többi 25 tagállam, ugye Lengyelország nem szavazott, Magyarország mellett, illetve Magyarország mellett szavazott. Hát igen, nem szavazott. Két nem szavazott. Volt a jegyzőkönyv szerint, Magyarország és Lengyelország. Úgyhogy, tehát ez volt az egyik disztinkció, hogy ez, a másik pedig az, hogy a bizottság nyilvánossá tette azt, hogy nyilvánvalóvá tette azt, nem nyilvános, nyilvánvalóvá tette azt, hogy pályázni lehet. Tehát az egyetemek, az Erasmus és a Horizon Europe keretén belül beladhatják a pályázataikat, azok ott lesznek, föl vannak írva, hogy ők erre-arra pályáztak, még akár meg is tárgyalhatják velük ezeknek a tartalmát, csak pénzt nem utalhatnak nekik, amíg a kormány nem lép. Tehát teljesen egyértelmű a dolog, semmilyen előrehaladás nem történt, Navracsis Tibor megígért valamit, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz, mi is, meg az Európai Unió, mert hiszen ezek a változtatások egyszer már megtörténtek. Novemberben, illetve októberben, ugye, megváltoztatták az érintett alapítványoknak az átláthatósági és az irányítási mechanizmusát, és aztán gyorsan visszacsinálták. Erről tulajdonképpen nem kaptunk máig egyértelmű felvilágosítást, hogy ez miért történt. Navracsis Tibor erről egy árva hangot soha nem mondott, hogy ha egyszer megváltoztatták olyan irányba a dolgokat, ahogy az megfelelt az EU-nak, akkor miért csinálták vissza? Tehát mégis csak az van, a szava hihetőség, ahogy mondtad, hogy lássuk papíron, van és hajtsák végre. Ne csak papíron legyen, ha az, hogy mondjuk kijön egy törvény arról, hogy vissza kell lépni, lépjenek is vissza, és az persze nem elég, hanem magát az egész átláthatóságát. Hát ez is csak egy színház, hát nem beültetnek valamilyen másik fideszes mamelukot a helyére, azt kész. Ez igen, igaz, de azért ezzel együtt én azt gondolom, szóval magyar ellenzék, hol azért haragszik az Európai Unióra, mert nem csinál semmit, hol meg azért, mert csinál valamit. Igen. Tehát én azt gondolom, hogy helyebb vagyunk, lennénk egy lépéssel, mert azért nem mindegy, hogy ott Varga Judit ül, vagy pedig Gipszi a kapcsolatosztályvezető. És nem mindegy, hogy határozatlan időre, pontosan, örökre, vagy egy meghatározat. Pontosan nem mindegy az, hogy 5 évre. Annyit akartam mondani, igen. Hogy ez egy kapitális hazugság volt. A Navracsicsit egyébként többször mondott olyan dolgokat, amik nem fették a valóságot. Az egyik legsúlyosabb az, hogy azt mondta, hogy erről semmilyen jelzést nem kaptak, hogy ezt nem fogadja el a uniónak az illetékes testülete. Aztán kiderült, hogy dehogy nem, hát már nyáron is szó volt arról, hogy az összeférhetetlenséget, amit ugye a politikusok kuratóriumbeli állása, vagy nem tudom milyen megbízása jelentett, azokat már megkapták, hogy ezt meg kell szüntetni. Ez valóban szörnyű volt, hogy októberben hoznak egy olyan döntést. Ezt nem is tudom, milyen jogszabályi szinten hozták, talán kormány szinten hozták, hogy akkor ezek megszűnnek. A miniszterek és államtitkárok, és nem tudom még kinek, az igen, összeférhetetlenségi igen. helyzetéről szóltak egy módosítást majd, akkor. Igen. Majd novemberben, ahogy mondtad, csak azt írták, hogy egyéb munka keretében vállalhat valamiféle. És mi az egyéb munka egyébként, hát mondjuk el tudjuk képzelni. Tehát ezeket szóval ennyire már nem lehet hazudni, ennyire már nem lehet hülyének nézni. Nem egységesítette magát Navracsis, mert ugye aki az uniós eljárásokat ismeri, az pontosan tudja, hogy vagy Navracsis tényleg nem fogalma sincs arról, pedig biztos volt, hát, hogy mennek az uniós eljárások, vagy valaki itt valamit eltitkolt előle, és akkor jó indulatú vagyok, mert ugyanis ez úgy megy, hogy a bizottság javaslatára a tanács megtárgyalta, és december 15-én volt erről egy szavazás a tanácsban, a tagállamok fórumán. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy miniszteri szinten, és tulajdonképpen, mondjam, írásos eljárás keretében történt, amikor az azt jelenti, hogy gyakorlatilag már csak a pecsétet nyomják rá, tehát e-mailben kommunikálnak, nem jönnek össze a miniszterek, és ez a pénzügyi és gazdasági miniszterek tanácsán történt. Tehát ez egy ilyen, hogy
aki, tehát éppen az a zanás volt aktuális, és akkor már az előtte meg volt beszélve, hogy erre ki hogy szavat, és a jegyzőkönyvben benne van, hogy december 15-én 25 tagállam szavazott igennel, és 2 tagállam, Magyarország és Lengyelország nemmel. Tehát valakinek azt a nem szavazatot el kellett küldenie a tanácsba. Na most akkor kérdem én, ki küldte el, vagy nem tudja a magyar kormány, hogy mire szavaz nemmel, mert nem olvasta el azt az előterjesztést? Ugyanis az előterjesztés nem volt az interneten, te is elolvashattad, én is bárki. Igen, hát amit most Kocsis Györgyi mondott, az abszolút pontos és fontos is. Egyébként hozzáteszem, Halmai Katalin, a Népszava brüsszeli tudósítója volt az, aki 2 hete ezt történetet előásta, az egész Erasmus ügyet, hogy pontosan hogy állunk vele, de nem csak az Erasmusban vannak ilyen, hát finoman szólva is furcsaságai a magyar kormánynak, mert a héten született egy újabb kormányrendelet arról, hogy mégiscsak fölvesszük azt az európai hitelt, vagy szeretnénk fölvenni, így pontos, amire egyébként ezelőtt egy évvel még határozott nemet mondott Orbán Viktor. Szóval a szavahihetőségünk az, hát hogy mondjam, a bányászbéka alsó fele alatt. Ugye erre mindig az a válasz, hogy hát változik a helyzet, és melyen? Az egész is nekünk ahhoz igazodni kell. És az a probléma, hogy egy valami azért nem változik az Európai Unióban. Az Európai Uniónak van egy értékrendszere. Mi távolodunk el ettől az értékrendszertől, és mindig azt mondjuk, hogy az Európai Unió változott. Mert az Európai Unió, ugye a bevándorlás kérdésében jött elő először ez, hogy az Európai Unió nem teheti ki az európai közösséget annak, hogy elfoglalják az arabok, körülbelül ilyen nagyon leegyszerűsítve mondta ezt Orbán Viktor, és mi kitartunk amellett, hogy Európa legyen az európai, aki. Na most ez is egy ilyen kétfenekű beszéd, mert az Európai Unió soha nem mondta azt, hogy nincs bevándorlás, sőt, itt mi mondtuk azt, hogy már pedig itt a határokon belül nem jöhet senki. Ez az úgynevezett gigahitel, ez egy nagyon érdekes dolog, mert erről nem sok szó esik. Orbán Viktor annyit mondott, hogy mégiscsak támogatjuk azt, hogy az Unió vegye föl ezt a nagy hitelt. Ennél azért több magyarázat kellene kormányszinten. És most nem arról van szó, itt most arról van szó, hogy a Navracsics van megbízva azzal, hogy igényelje a Magyarországnak járó hitelt ebből a nagy uniós hitel keretből. Igen, de Orbán Viktornak kéne elmagyarázni, hogy ahogyha eddig ilyen őrült módon ellenálltak ennek a nagy hitelnek, akkor azért mégis nem kellene ezt elmagyarázni, hogy miért vállaltuk. Én azt el tudom fogadni, hogy a politikusi gondolkodásmód és kommunikációban mindenütt belefér az, hogy tegnap azt mondtam, hogy erre akkor nincs szükségem, vagy egy évvel ezelőtt azt mondtam, most meg valóban változik a helyzet, és van rá szükségem. Ezzel nincs semmi gond, a gond azzal van, hogy nem mondja el, hogy miért van most inkább szüksége rá, hát azért van inkább szüksége rá, mert nincs pénze, és nem tudja, hogy honnan fog szerezni. De tehát teljesen nyilvánvaló, hogy azért van rá szüksége. Egyébként mi meg sokan mások mondtuk annak idején, amikor azt mondja, köszönjük, nem, mert ezzel közös felelősséget, közös kötelezettséget vállalnánk arra, mint Európai Uniós tagok, hogy majd a nem fizető görögök helyett mi fizessük ezt a hitelszámlát, hogyha nem fizetik vissza a hitelt, hát akkor majd rajtunk kérik számon, ugye? Ezzel itt nem mintha nagyon figyelnének rá, speciál ez nem olyan terület a magyar választók, de bizonyos körökben el lehet adni a fideszesek körében, látjátok, mi, hogy vigyáz ránk, nehogy már ezeknek a gazgörögöknek, meg másoknak a számláit mi álljuk, tehát el lehetett játszani addig, ameddig még úgy gondolta, hogy lesz pénz. Aztán, de mi akkor is mondtuk, meg mások is, hogy micsoda marhaság ez. Hát Magyarországnak kellenek hitelek, annak ellenére, hogy még viszonylag jobb időkben kisebb volt az eladósodás, vagy kevésbé nőtt, mert és ilyen olcsó hitelhez sehol nem jutunk hozzá a szabad hitel. Szó, hogy hát teljesen nyilván, olcsó, hogy kimegy a piacra, akkor háromszor, ötször ekkora kamattal. Azóta már fölvettünk 4 milliárd dollár, egyre magasabb kamattal. Bizony. Most 6-7%-os kamattal vettünk ki fel legutóbb, ez meg körülbelül 2. Hát itt aki azt mondja, hogy továbbra sem kell nekünk ez a hitel, ráadásul óriási nagyságú hitelről van szó, ilyen több mint 3000 milliárd forintosról, az azt mondja, hogy
Hát én nyugodtan elkártyázom a magyarok több százmilliárdját, hát mibe van ez nekem, és neki tényleg nincs semmibe, csak nekünk. Tehát a dolognak ez az egyik része, ami azt mutatja, hogy hát igen, állandóan változik az álláspontja, de már eleve is rossz volt, és eleve is hazug volt, csak egy politikai célnak rendelt alá, hogy én megmutatom ezeknek, mert ez a fő motivuma, én a legerősebb, még ha kicsi vagyok is, de erős, és védem a magyarokat. De volt még ennek az amerikai labban közölt beszámolónak egy harmadik nagyon érdekes vonulata, és ez az Orbáni gondolkodásnak egy nagyon-nagyon veszélyes, nem annyira gyakran ismételt része, vagy talán most jött először ilyen élesen elő, és ezt arra is mondom, hogy hát ugye ez nem mi van, hogy mi változtunk, és nem Európa, mert Európa azért nagy, változik persze mindenki, de azért Európa nagyjából ragaszkodik az európai értékekhez, csak mi megyünk ezzel szembe, és Orbán változtatja ezt az országot nagyon rossz irányba. De azt mondta itt, hogy hát Európa ugye ott hagyta a kereszténységet, és akkor megkérdezték tőle, hogy ő, mint kálvinista, és akkor elmegy a pápának, a halála után, és ott lerója kegyeletét, szóval katolikusok és protestánsok, és így tovább együtt, hogy mit akar ezzel a kereszténységgel itt Európában, és mondja, hogy tulajdonképpen az a baja még a hithű keresztényekkel is, katolikusokkal is, meg kálvinistákkal is, hogy állandóan vitatkoznak, hogy állandóan érvelnek. Ez egy ilyen európai tulajdonság még a hívők körében is. Az egyetlen reményt az ortodoxok nyújtják. Azt mondják, nincs vita, hit van és kész. Ez a kereszténység egyetlen reménye Európában. Hát ennél hátborzongatóbbat Gyuri, Kirill pátriárka magyar hangja. Ennél aki... hátborzongatóbbat nehéz találni a gondolkodásmódban, de összeér, mint azzal, amit mond, uralom a gondolkodásmódot, a médiát, a vallásban is, a legkeményebb, a legvitára képtelenebb, a legortodoxabb ortodoxiát, igen. Mert az előbb, mikor úgy kérdeztem, vagy fölvetettem, hogy el kellene talán magyarázni azt, hogy miért vesszük fel a hitelt, miért változik mindig a véleményünk, az a baj, hogy azért nem kell elmagyarázni Orbán Viktornak semmit, mert nincs is rá sajnos társadalmi igény. Tehát, hogyha követelné a nép, hogy magyarázza el, hogy akkor, ha eddig nem vettünk föl hiteleket, mert mi ilyen tökös gyerekek voltunk, hogy nekünk elsőként zavarjuk ki, vagy mit tudom, az első évben, a ciklus első évben kizavarjuk az IMF-et. Ez volt a szó, kipateroljuk. Kipateroljuk, igen. Na most, ha lenne valamiféle társadalmi igény arra, hogy ezt Orbán Viktor ezeket magyarázza meg, nagyon sok megmagyarázni való lenne. Ez összefügg azzal sajnos, hogy tényleg uralják a médiát, mégpedig rettenetes módon, mert a magyar független média is ilyen kis zsombékokon egyikről a másikra ugrálva létezik, tehát nincs egy erős független sajtó, sajnos ezt most ki lehet már jelenteni. Tehát azért is nem kell ezeket a dolgokat elmagyarázni a népnek, mert tényleg a nép nem igényli ezt sajnos. Most ezt mi itten megvitatjuk, de most egyet váltok, hát tényleg én nagyon nagy reményeket fűztem ezekhez a pedagógus tüntetésekhez, és sajnos azt kell látni, hogy ócsmány módon verik le, természetesen már 2011-ben, 12-ben olyan sztrájk törvényeket hoztak, ami szerint igazából érdemben sztrájkolni gyakorlatilag nem lehet, vagy csak akkor, hogyha tényleg mind vállalják. Jó, de hát ez a multicégek felé gyakorolt gesztus, hogy ez az összeszerelő Magyarország, ez az összeszerelő üzem, ez az akkumulátorgyár nagyhatalom, ez ezt tudja nekik nyújtani. Tehát itt nem kell a dolgozókkal vitatkozni, és így tovább. De azért még ahhoz, amit mondtál, ahhoz azért én még annyit hozzáfűznék, hogy azt sem kell megmagyarázni, hogy ebben a módosított, rendeletileg módosított vicc költségvetésben az idei évre azért 450 milliárd forint megy el látványsportokra. Nem indokolják meg, hogy miért kell, mi a fenének, ha ekkora nagy a Czóresz,
miért kell megvásárolni a Vodafone-t? Szóval ezekre nincs magyarázat. Ezeket senki nem indokolta meg a nyilvánosság előtt. Mert hogy... ugye az volt az Oli probléma, hogy a magyar nép nem érdeklődik ezek iránt, akár a Vodafone-tól kezdve a hitelfelvételig. Hát magyarázza meg, de hát nincs rá igény, persze nyugodtan csinálhatnak, amit akarnak. Mert a nép általában tényleg nem érdeklődik, csak választott képviselői útján érdeklődhetne, mint a régi rendszerben választott képviselő útján fogyaszthatott viszkit, igen, vagy konyakot, igen. A lényeg, hogy hát ha normális közélet és média volna itt, meg a csak dolgok normális, akkor természetesen a parlamentben is folyhatnának ilyen viták, a közszolgálatinak hazudott tévében, rádióban, az egész sajtóban, akkor kormány és ellenzék, illetve kormánypártiak, ellenzékiek lefolytathatnák ezeket a vitákat, és a nép megtudná, hogy miről is, mi a tét, miről is van szó, és valamennyire érdeklődik. De Gyuri, abban az országban, ahol a miniszterelnök évente egyszer méltóztatik kiállni a magyar újságírók elé, még akkor is, hogyha válogatott közönség elé, hiszen vannak sokan, akiket oda nem engednek be, az nem egy normális dolog, csak mi ezt már megszoktuk és elfogadjuk, persze, mint hogyha ez lenne a világrend. És egyébként visszatérve még egy pillanatra a Vodafone-hoz, hát ugye itt ér össze azzal, amit Orbán Balázs mondott, mert ha aki megvette a Vodafont, az tudni fogja, hogy te melyik tévét nézed, te tudni fogja, hogy te kivel beszéltél, tudni fogja, hogy milyen internetes oldalakat nézel, befolyásolni tudja ezeket az oldalakat, és így tovább. Tehát azt, hogy a fejekben mi zajlik, hogy oda hogyan lehet eljutni az ideológiával, az itt rövidre van zárva, és akkor meg a Vodafone már minden pénzt megér, nem? Szóval azt akarom mondani csak, hogy Zoli, hogy ebben ez, hogy a nép nem tart igényt, én ezt egy kicsit túl általánosnak és önfeltmentőnek érzem, már nem személy szerint, hanem inkább mondjuk úgy, hogy az értelmiségi réteg szempontjából, mert, és a politikára nézve is, mert mondjuk most itt két példát vegyünk, az egyik az, hogy amikor ugye a tanár sztrájk, hogy amikor a munkajogot oly mértékben megcsonkították Magyarországon valamikor a 10-es évek elején, aminek aztán ez lett a következmény, amiről az előbb beszéltetek, akkor én úgy emlékszem, én magam részéről eléggé föl voltam ezen háborodva, és csodálkozva láttam, hogy az önmagukat baloldalinak nevező pártok gyakorlatilag erről a dologról hallgattak. Most ébredt föl mindenki. De akkor nem verték az asztalt, nem kiabáltak arról, hogy nem lehet a munka jó. Tehát kinek volna a dolga, ha nem egy baloldali pártnak? Igen, az, csak hogy azt akartam mondani, hogy a választott képviselői útján, hogy ezek a választott képviselők akkor sem kaptak megfelelő teret. Biztos, hogy volt tiltakozás, biztos mondták azt, hogy ezt nem szabad, csak éppen nem jutottak elég az szóhoz. Az is egy egész közleményt is kiadtak. Én mindegy, mi jól vagy, hogy jól vagy dolgoztak. Igen, szóval persze. Azt gondolom, hogy csak lehetett volna akkor még lehetett volna többet. Tehát ebbe a dologba szépen belecsúszott a magyar társadalom egészen, de nem én nem azokat most nem tudom milyen foglalkozásokat vegyek ki, mert nem akarok senkit sem, se bántani, se dicsérni, azt a fodrászt, azt a kétkezi munkást, azt a tanítónőt, akinek nem az a dolga, hogy egész nap a rádiót bújja, meg az internetet, meg minden, őt el van foglalva a saját munkájával és a saját családjával, nem várom el tőle, hogy nagyon megköszönöm neki, hogyha elolvassa az újságot, meg meghallgatja rá, nem várom el tőle, hogy ő tegyen fel szofisztikált kérdéseket. Itt van az alapítványi ügyek. Melyik egyetem tiltakozott hangosan és határozottan ezzel, melyik egyetem meg? Az egész, majdnem tisztelet a kivételnek, majdnem az egész SZFE magyar... volt az egyetlen. Az SZFE, így van. De az összes többi rektoroktól, dékánokosoktól, docensektől, adjunktusoktól kezdve... Rektori konferenciástól. A magyar értelmiségnek a krémje, ugye, akik ott vannak az egyetemeken, és azok... Komolyan ellenkeztek ezzel a kapcsolatban? És aztán most állnak, mint Bálám Szamara. Igen, hát nem. Én nem a társadalmon kérem számon, én csak mint tényt mondom. Franciaországban 62-ről 64-re akarják emelni a nyugdíjkorhatárt. 1 millió ember volt kint az utcán. Az egy más kérdés, de ki tud menni 1 millió ember, és Párizsban őrült tüntetések vannak. Magyarországon, csak azt mondom, hogy ettől a Macron megfogja,
fogja csinálni. Tehát ez egy más kérdés. A tüntetések és a tény, az, hogy és az intézkedések, azok nem mindig. Persze. Ezt csak azért mondom, hogy azért, mert van egy tüntetés, vagy nincs, nem biztos, hogy az önmagában mennyire befolyásolja a politikai döntést, még Franciaországban sem. Értem. Ettől függetlenül vannak tiltakozások. Magyarországon, hogyha itt van az oktatásügy elszigetelten, mint pedagógus sztrájk jelenik meg, meg aztán a hozzájuk csatlakozó diákok, vagy velük szimpatizáló diákok, de akkor az egészségügy éppen zárójelben van és hallgat. Tehát én azt mondom, ez kicsit... Szakmaközi szolidaritás nincs? Nincsen. És semmilyen egyébként ebben a társadalomban általában a szolidaritás hiányzik, és ezt azért a Fidesz elég erőteljesen és módszeresen írtja ki a társadalomból. Ráadásul elhiteti azt, hogy itt úgyis minden megváltoztathatatlan. Ezért aztán valahogy az ellenállás, én a társadalmi, hogy mondjam, csak azt, hogy a társadalom nem kényszerít ki valamilyen formában, vagy nem igényli, mert nem tudja kikényszeríteni, de azért igényelhetni. Nem csak, ez lehet, hogy az értelmiségnek nagyon komoly problémája. Igen, igen, mert az értelmiség valamiféleképpen mindig tudja hallatni a hangját, van érdekérvényesítő, vagy valamilyen képessége. Ugye hát itt a szakmákon belül, én azt sem tudom megmondani őszintén, hogy a szakszervezetekkel mi van, mert én azt látom, hogy semmi. Gyakorlatilag magukra hagyott gimnáziumok, pedagógusok, diákok, aztán majd egy hónap múlva jönnek az egészségügyisek, de akkor éppen ők lesznek izoláltan olyan helyzetben, hogy tiltakoznak, de nincs társadalmi tiltakozás. Ezt lehet, persze, az értelmiség nagy hibákat és mulasztásokat követett itt el az elmúlt 10-20 évben. Az is más kérdés, hogy soha nem volt ennyire intenzív ez a törekvés. Olyan kormány Magyarországon még nem volt, amelyik arra törekedett volna, hogy a társadalmat ne érdekelje, vagy a közösségeket ne érdekelje a politika. Ilyen? Hát én azt gondolom, hogy ne idealizáljuk az elmúlt kormányokat sem. Az tény, hogy egy más dimenzióba került Magyarország 2010 után, ezt maximálisan elismerem. És sokkal mélyebbre mennek sajnos a problémák, azt gondolom, ugye most nagyon lehetett olvasni, hogy a tanártiltakozásokkal kapcsolatban, meg tanársztrájkokkal, és nagyon igazat lehet adni, hogy mivel és erről kevesen beszélnek, hogy mivel például az a pedagógus szakma el van női esedve, ezért ugye valaki azt úgy fogalmazott, hogy a jókereső férjek tartják el a pedagógusokat. Tehát és ezt pontosan lehet tudni, hogy az ember mikro szemszögből nézi meg, hogy olyan családok, ahol mondjuk orvos a férj és tanár a feleség, hát a tanár feleség nincs olyan mértékben ösztönözve arra, hogy ő most tüntessen az egzisztenciáján, mert a férje már megtette az orvos fenyegetéseknél, aki viszont jobban meg tudta tenni, mert az emberek jobban félnek attól, hogy az egészségügyiek sztrájkolnak, mint hogyha a tanárok sztrájkolnak. Bár azt hiszem, hogyha mindenki a magában néz, akkor körülbelül ha nagyon a sarkára állnának a tanárok, akkor a fél magyar gazdaságot meg tudnák bénítani azzal, hogy egyszerűen nem tudnak az emberek dolgozni menni, mert otthon van a gyerek, mert nem vihetem be az iskolába. Persze, de azt is meg lehet érteni, hogy egy szülő aggódik a gyereke miatt, mert hát én még csak elfogadom azt, hogy engem most ma nem műtenek meg, csak holnap, de a gyerekemet körönszakadtáig fogom védeni, még akkor is, ha tulajdonképpen rosszat teszek neki, mert rövid távon lehet, hogy megkapja azt, amire szüksége, de a hosszú távon már nem kapja meg. Viszont volt itt még egy ügy a héten, ami borzasztó jó betekintést adott abba, hogy milyen világban élünk, amikor is az ügyészség közölte, hogy a Sadl György végrehajtó páncélszekrényében talált videókat megsemmisítette, amikor hangfelvételek szivárogtak ki a újságokhoz, és így tovább. Szóval az egész ügy, ahogy ez a végrehajtó ember, aki egyébként puszipajtása volt ennek a Völner nevű ex-igazságügyi államtitkárnak, még a építési engedély ügyében is csak vesztegetésre tudott zöldágra vergődni,
Hát ha valami, akkor ez a NER 12 évében adott egy betekintést, anélkül, hogy tudnám az ügynek a részleteit, hiszen azt így csepegtetve kapjuk. Mondom, arra gondolsz, hogy megsemmisítették ezt a kompromittáló felvételt, ahol ott... Egy közéleti személyiségről. De az érdekes, hogy ugye az egész büntető, a bűnöldözésnek egy alapfeltétele az, hogy komplex vizsgálatokat folytat. Tehát mindennel összefügghet. Na most egy ilyen ügyben, ahol mindenki zsarolja már a másikat, eltüntetni, megsemmisíteni egy olyan dokumentumot, aminél szexuális ügyek zajlanak, és ott köztudomású, hogy a háromból kettő, nem köztudomású, de ezt már megállapították nyilvánosságra, hogy a háromból kettő politikai személy, azt én tényleg nem tudom elképzelni, hogy ez hogy történhet. Hát hiszen... Valószínűleg sehogy. Te elhiszed, hogy azt tényleg megsemmisítették? Hát biztos nem, de abban is biztos hát vagyok. Még lehet zsarolni. Abban is biztos hát vagyok, miért, hogy ők lehet, hogy... Miért hiszik el azt, hogy tényleg megsemmisítették? És miért, azért, mert ezt mondják. Ezt mondják, tehát én valahol, hogy mondjam csak, ha ezt mondják, akkor ezt kell hát valamiképpen kommentálni. Én abban se, se vagyok biztos, hogy ebből csak egy van. Hát ezek az emberek az a nem pontos. A falvédőről jöttek, ebből legalább van 10, majd előjön valahol. Ezt megsemmisítették, de előtte lemásolták biztos. De persze, persze. De ettől függetlenül ezt a hivatalos szervek, ezt ezzel le is zárták. Hogy tehát ezzel ők már nem foglalkoznak, majd lehet, hogy foglalkoznak akkor, amikor megint megjelenik a valamelyik portálon, de ez valóban egy szörnyű dolog, hogy így lehet megsemmisíteni olyan dokumentumokat, amik ráadásul az eljárásnak a kezdeti szakaszában, tehát hogyha már lezárult az egész, van ítélet, van határozat, és akkor megsemmisítik, mert olyan is van rajta ezen a felvételen, akinek semmi köze nem volt hozzá, feltételezem egyébként, hogy van, akkor azt mondom, hogy jó, ezre már nincsen szükség, akkor is nagyon kérdéses, de az, hogy az eljárás kezdeti szakaszában ezt megsemmisítik, és ezt Folt Péter még, hogy mondja, meg is tudja indokolni, ez tényleg szörnyű. Ez tényleg. Azt tudom erre mondani, hogy 2023. januárjában itt tart mi, itt tart Magyarország, az elmúlt 50 percben a látleletet köszönöm szépen Kocsis Györgyének, a HVG újságírójának, Kovács Zoltánnak, az Élet és Irodalom főszerkesztőjének, kollégámnak, Bolgár Györgynek a Klubrádió színeiben, önöknek pedig köszönöm szépen, hogy bennünket hallgattak.